Áldás, békesség, szeretettel köszöntjük Önöket, kedves testvérek, kedves nézők! Mindenkit, aki figyelemmel kíséri Létkérdés című beszélgetés sorozatunkat, amelynek mai alkalmán a keresztény családról, keresztény házasságról, a keresztény etikának arról az igenis fontos részéről beszélünk, amely létünknek, életünknek, társadalmunknak alapjáról, férfi és nő kapcsolatáról, valamint gyermekekről és Istenről beszélgetünk. Molnár Csaba Bertalan testvéremmel, akivel rendszeresen próbáljuk felfejteni a Bibliának azokat a jelenvaló, nyilvánvaló dolgait, amelyek sokak számára mégis talán titoknak tűnnek, vagy ismeretlen dolognak tűnnek, amelyek azonban mégis 2000 éve meghatározzák az ember életét itt Európában, és hisszük azt, hogy sok ezer éven keresztül ez még így lesz ezután is. Szeretettel köszöntünk még egyszer mindenkit, áldás békesség! Áldás békesség! Csapjunk is mindjárt bele a közepébe, mi is az a család, mi is az a házasság, és vajon miért más a keresztény család, mint az összes többi. Ugye felvezetésnek elmondtam és megismételném, hogy nagyon sokszor próbálják definiálni társadalmi szempontból, jogi szempontból, etikai szempontból, hogy mi a család, szociológusok próbálnak ezen vitatkozni, gender ideológiák születtek, hogy most a család az egy férfi, egy nő, vagy két nő, vagy két férfi, vagy egy férfi, sok nő, egy nő, sok férfinek az élet kapcsolata, és vajon nem lehet-e úgy meghatározni, hogy egy férfi, egy nő és a gyerekek, és vajon miben más a mi keresztény felfogásunk, ami azt mondja, hogy egy férfi, egy nő, a gyerekek, és ennek az egész egységnek, a közösségnek a kapcsolata Istennel az, amit mi valójában keresztény házasságnak nevezünk. De hogy is alakult ki a házasság intézménye, és vajon mi is az az egynejű, klasszikus keresztény házasság, amit mi ismerünk? Csaba barátom, vele sokat beszélgettünk erről, mindjárt át is adnám neked a szót. Házasságot, ugye mi keresztény emberek valljuk, hogy Isten maga szerezte. Luther Márton mondja nagyon szépen, hogy tulajdonképpen Isten, mint az első násznagy, vezeti oda a férfi oldal bordájából megépített, ugye az eredeti héber szöveg szerint megépített nőt a férfihez, és ugye lesznek ketten egy testé. Ugye azt mondja a teremtés történet, hogy annak okája elhagyja a férfi az ő apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, tehát tulajdonképpen a házasság intézményének ez a bibliai alapja. Amit hozzá kell tennünk, az az, hogy már ez a teremtés történet, és ugye főleg amit az Új Szövetség kihangsúlyoz, hogy a monogám házasság az, ami úgymond egy prioritás, tehát amit Isten egyfajta eszménynek elénk ad mind az Új Szövetségben, aztán az Új Szövetségi Szentírásban. És amit hozzá kell tennünk, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit én mindig el szoktam mondani, hogy félre ne értsék, főleg római katolikus testvéreink, hogy Jézus szavait, a felbonthatatlanság elvét, azt még épp olyan komolyan vesszük, mint római katolikus testvéreink, csak nem egy mindenképpen törvényeskedő módon, hogy most akkor, ha valami végképp megromlik, akkor is tartjuk egybe, de egyfajta eszményként, egyfajta célként mindig ezt tűzzük ki, hiszen amikor esketünk, akkor nem is kimondjuk, hogy legyen a ti igenetek igen, teljesítsétek fogadásatokat maradéktalanul, és az Istennek békessége minden emberi értelmet felülhaladva meg fogja őrizni a ti szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Tehát ami nagyon fontos, hogy monogám házasságban és monogám házasságból született gyermekekben és az ő szövetségükben gondolkozik az Ószövetségi Szentírás is, és ami tulajdonképpen férfi-nő, tehát férj és feleség és gyerekek viszonylatában meghatározza tulajdonképpen az alapokat. Az nem más, mint két
parancsolat az Ószövetségből, nagyon egyszerű, mert mind a kettőt a 10 parancsolat, tehát a dekalógus tartalmazza. Ugye férj és feleség tekintetében ugye a ne paráznák, hogy tehát ne légy házasságtörő. Szülők és gyermek tekintetében pedig ugye tiszteld apádat és anyádat, tehát ez a két 10 parancsolat belé nagyon egyszerű parancsolat az, ami meghatározza tulajdonképpen az ószövetségi családnak a működését, hozzátéve azt, hogy ugye mindez Istennel egy szövetségben. Így van, mert hogy nagyon gyakran ezt felejtjük el, tehát aki definiálni próbálja a családot, és arról beszél, hogy mi is a család a mai értelembe véve, az nagyon gyakran úgy gondolja, hogy hát földi viszonyok közt, jogi keretek közt, szociológiai keretek között kell meghatározni, de alapvetően mi keresztény emberek hiszük, hogy ugye ezt egy isteni parancsolat tartja össze, és valójában ami emberi, az tönkre mehet. Ami emberi, az ideig való, ami csak ebben a világban értelmezhető, az tulajdonképpen egy nagyon mulandó dolog. És az emberi test is, az emberi szándékok, az emberi elgondolások bizony-bizony sok esetben mulandóak és eltűnnek. És ha a házasságra is így tekintünk, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ahogy az amerikai filmsztárok életében látjuk, hogy ma még ennek a felesége, annak a férje, ha holnap után megint összeházasodnak, aztán megint, és minthogyha csak egyfajta, hogy mondjam, tetszik, nem tetszik, babaruha lenne, ma ezt veszem fel, holnap azt veszem fel, és eltűnik belőle az az állandóság, az a biztonság, amit ugye a Bibliában pontosan a család azért hivatott megteremteni, hogy a generációk egymásra épülése az biztosítható legyen. Hiszen ahogyan a férj és feleség szövetsége egy nagyon erős szövetség, hiszen ígérik, fogadják egymásnak az Isten színe előtt, ugyanígy a vérszerinti kapcsolat, ami a szülő-gyermek között van, és hát fölfelé ugye a nagyszülő és az apa, majd az apa és a gyermeke közti különbséget, tehát három generációban értelmezhető igazán a család, hogyha három generációt értelmezünk, és minden akkor igazán jó, hogyha horizontálisan és vertikálisan is látjuk, és azt mondjuk, hogy időben elválasztva három, és az isteni dimenzió, az pedig egyfajta áldásként, egyfajta búraként, egyfajta segéderőként veszi ezt körül, hiszen ő teremtette, ő alkotta, ő adta a szabályait az emberi létnek, az emberi életnek, ő teremtett meg minket, úgyhogy ebben a koordináta rendszerben tudunk igazából működni. És gondoljuk csak bele, hogy pontosan ez a vírushelyzet kihozta azt, hogy milyen nagy szükség van a szociális segítőkre, ma pont a gondozóknak és az ápolóknak a napján, milyen fontos azokra az emberekre számítani, akik szociális gondozó ápolók, milyen fontos a szociális háló, de miért olyan fontos ez? Mert szétesett a társadalomnak az alapvető magja, az a család, és ha belegondolunk, a keresztény családba egy-két ember öltővel ezelőtt, amikor még azt se tudták, hogy mi az a nyugdíj, hogy mi az az előtakarékosság, vagy bármi, a generációk egymásra épülése biztosította, hogy az a nagyon egyszerű parancsolat, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy ezen a földön, ez olyan gyakorlatban megvalósuljon, hogy ha én arra azt a példát mutattam a gyerekemnek, hogy én vigyáztam az én apámra és anyámra, és gondoztam öregkorukba őket, akkor erre tanítva az én öregkoromba is lesz, aki majd én rám vigyáz, én rólam gondoskodik. És nagyon gyakran a társadalom ezt nem akarja tudomásul venni, hogy amikor szétromboljuk a családot, akkor egy olyan szervezetnek jelesül, az államnak a kezébe tesszük ezt, ami sok minden elmondható róla, csak az nem, hogy személyenként szeretne minket, mert egy érzelemmentes, egy logikai, anyagi, financiális alapon, fiskális alapon gazdálkodó rendszer, aminek vagy van pénze szociális hálóra, vagy nem, de hát alapvetően egy idős embernek annak nem szociális hálóra van, hanem a családjára, a szeretetre, a gondoskodásra, az odafigyelésre van szüksége, és valljuk be őszintén, bármennyire is kiváló szociális gondozó és ápolóink vannak, de elsősorban mindenkinek a saját gyerekére, a saját vérszerinti rokonaira van szükség. Nagyon jó, hogy előhoztad ezt a gondolatot, mert itt megint egy kicsit az ószövetségi családnak a világába kell visszamennünk.
ahol, tehát igazából nincs olyan héber fogalom, amit úgy lehetne fordítani, hogy család, hanem ugye az izraelit a társadalom az úgy épült fel, hogy törzsek, nemzetségek, illetve házak. És ez az eredeti héber szövegben bét, ami lehet egy fizikai épület, de háznak nevezték magát a családot, ami tulajdonképpen egy sokkal nagyobb egység volt, mint manapság mondjuk egy két generációs család, tehát két szülő és mondjuk két-három gyerek, mert nem csak a vér szerinti rokonok, illetve leszármazottak tartoztak ebbe, hanem szolgák szolgálók, mint a magyar nemzetségi rendszer tulajdonképpen. Így van, tehát aki gazdaságilag megélhetése szempontjából a családtól, mint közösségtől, tehát a háztól, a háznéptől, mint közösségtől függött, az mind a család tagja volt. És itt szeretnék a te gondolatodhoz kapcsolódni, hogy ugye mi volt a ház, mi volt a család? Hát tulajdonképpen az volt minden. Tehát az volt a nyugdíj előtakarékosság, az volt az ABC, az volt a orvosi vagy gyermekorvosi rendelő, az volt az iskola, mert mindezek a dolgok nem külön intézményekben zajlottak az Ószövetség világában, hanem mindez a család a ház keretein belül valósult meg. És ha ebbe belegondolunk, akkor az Ószövetség világában már csak ezért nem volt mondjuk egy ilyen szingli életmód életképes, mert aki egy házon, aki egy családon kívül rekedt, úgymond, tehát nem egy házban, egy családi közösségben, egy ház népben élte meg a maga életét, az természetesen a ház javaiból sem részesült, tehát tulajdonképpen az ilyen ember az Ószövetség világában halálra volt ítélve. És az igaz, hogy ma már egy más társadalmat élünk, de azért ennek a lelki-szellemi vonatkozására érdemes lenne odafigyelni, hogy mi mindenből marad ki, milyen szempontból, úgymond szellemi-lelki értelemben életképtelen az olyan ember, aki csak önmagát akarja megvalósítani egy ilyen szingli életmóddal, sűrűn váltott szexuális partnerekkel, és nem egy Isten által akart rendben és keretben, ahogy mondtad, a családban, a házban. Hát persze a logikája is megvan ennek a dolognak, és nem véletlen, ugye közgazdászok mondják, hogy a szingli életmód az ugye azért van, hogy egy fogyasztáscentrikus életmód legyen, mert az egyedülálló ember fogyaszt a legtöbbet, hiszen ha én egyedülálló vagyok, akkor veszek én is magamnak egy tévét, meg vesz az egyedülálló asszony is magának egy tévét, de ha már ketten egy családdá válunk, akkor kettőnknek van egy tévé, amit közösen nézünk, és a második tévének az árát azt fordíthatjuk arra, hogy például takarékoskodjunk, vagy a gyereknek vegyünk valami ruhát, vagy bármi játékot, élelmiszer, hiszen nyilvánvaló a legdrágább befektetés persze a gyermek, aki szinte korlátlanul fogyaszt, mert ki tudja üríteni pillanatok alatt az embernek a pénztárcáját, de a legtökéletesebb előtakarékosság is, mert hogyha én a gyermekemet megfelelően nevelem, megfelelő képzésben részesítem, hogy mondjuk egy megfelelő pozíciót, egy jó állást tudjon szerezni, és még úgy nevelem, hogy szeressen engem, ő is tisztelje a saját apját és anyját, vagyis engem, akkor idős koromban akár lesz állami nyugdíj, akár nem lesz állami nyugdíj, gondoskodni fog öregedő szülőjéről, és sem haszontalannak nem fogom érezni magam, mert kívül kerültem a házon, a nemzetségen, sem pedig azt nem kell gondolnom, hogy jaj, mi lesz velem holnap. És a saját gondozottjainkon látom, amikor idős emberek százával, országosan ezrével vannak, egyedülállóként kis falvakban, kis házakban ott élnek, hogy igazából micsoda pazarlás a családnak az, hogy nincs egy otthon levő nagymama, aki mondjuk vigyázni tudna az unokára, vagy be tudna segíteni a főzéssel, bármivel. És micsoda szerencsétlen állapota az idősnek, aki ott van egyedül, nem látja a gyermekeit, nem látja az unokáit, el van szakítva mindenkitől, és még az is kérdésessé válik, hogy volt-e értelme az életének, hiszen nem látja a saját gyermekeiben megvalósulni azt a jövőt, amit ugye szinte isteni parancsolatként próbál megélni, hogy a szaporodjatok, sokasodjatok, gyarapodjatok, legyetek áldássá, és lássátok a kezetek munkáinak áldásaként a saját gyermekeiteket. És azt kell, hogy mondjam, hogy az az életforma,
aminek az ószövetségi alapjai, de ha megnézzük a természeti népeknél bárhol, vagy ha megnézzük a honfoglaláskori magyarságot, vagy az azt követő egészen a 19. századig a magyar falu képet, ahol azért a nagy családban megvolt, hogy a család legtekintélyesebb férfi embere, azért az megmondta, hogy ez a fiú, ez elmegy katonának, a földbe ezt vetünk, vagy azt vetünk, és nem feltétlenül egy portához tartozó emberek voltak az egyházanép, hanem egy családhoz, egy nemzetséghez tartozók, azok közösen próbálták az életüket vinni, hatékonysági szempontból is, meg hát lássuk be őszintén, mivel az Isten teremtette ezt a világot, az Isten adta a szabályait, a mi életünket, a társadalmunkat, a szociológiánknak is, ő adta meg az ideális utat, hát ezt tűzte ki elénk. És sajnálatos módon az ember persze újra le akar erről térni, mert ahogy Jar Jar fogalmazza meg, nagy esze jobban tudja, pedig aztán nem is tudja jobban, mert egy ilyen vírusválság vagy egy háború az be tudja mutatni azt, hogy mennyire egyedül marad az ember, ha nincs körülötte valami barát, vagy az a viking mondás, hogy mesztelen a hát, ha nem áll mögötte testvér. És tulajdonképpen az egykézés, ahol csak egy gyerek van, a gyermek nem vállalása, a szingli életmód, az mind-mind egyrészt a megszakítása, a megtörése annak a szaporodjatok és sokasodjatok, tehát nem az, hogy szinten maradjatok, hanem legyetek mindig többennek, és persze emberileg is a saját szociális hálónkat tesszük tönkre azzal, ha nem lesznek gyermekek, akik majd akkor termelnek a jelen viszonyok között, amikor mi szeretnénk nyugdíjba menni, mert hogy a mi nyugdíjunkat a gyermekeinknek kell megtermelni. És ha nincsenek gyermekeink, ha nem lesz, aki megtermelje. És ez a társadalmi igazság, ez pontosan egybevág a Biblia igazságával. És én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne épp ezért, hogy mindig-mindig ezeket a létkérdéseket, amiket végigbeszélünk, ezeket vegyük végig, és gondolja végig racionálisan minden ember. Persze, valljuk be őszintén, keresztény emberként is nehéz házasságban élni, hiszen nem egyszerű dolog két embernek az életét úgy párhuzamosan, vagy még inkább összefonódva élni, hogy azért mindegyiknek megvannak a saját elképzelései, a saját vágyai, a saját mentalitása, és úgy társak maradni egy mai világban, hogy nem csereszabadosnak tekinteni a partnert. Hanem ha kimondtam azt az igent, akkor ahhoz ragaszkodni, és egy kicsit, hogy mondjam, az a tréfás, vagy nem tudom milyen anekdóta írja le ezt, amikor idős bácsi az odafordul a fiatal ember, hogy jaj bátyám, hogy irigylem magukat, hogy már az 50. házassági évfordulójukat töltik, hogy lehet ezt megcsinálni? És akkor az öreg azt mondja, hogy tudod fiam, a mi időnkben, ha valami elromlott, azt nem kidobták, hanem megjavították. És igen, a házasság is olyan, hogy vannak benne konfliktusok, vannak benne nehézségek, a keresztény ember is hibázik, téved, rossz útra megy, elromlik, elront valamit, vagy ő maga, vagy a környezete, vagy a társa, vagy mind a ketten, tehát ahogy szokták mondani, akkor mind a ketten hibásak, és akkor ezt ki kell tudni javítani. És a legnagyobb segítség minden szempontból az imádság oldaláról is, a lelki oldalról is, tehát egyéb módon, meg a racionalitás oldaláról is, ha megközelíti az ember, és azt mondja, hogy de hát csak egy racionális megoldás van, hogyha az esküvőhöz hű maradok, és azt, akit szerettem tegnap, azt szeretni fogom holnap is, nem a hibáit nézem, ahogy a gyülekezetben is beszéltünk, hanem én megpróbálom kijavítani az ő hibáját, és megpróbálom rávenni őt, hogy ő meg szeresse ki belőlem az enyémeket. És persze hozzá kell ezt tenni, hogy azért nagyon sokan elhamarkodott a házasoknak. És az elhamarkodott házasságoknak, a végig nem gondolt életüknek, amikor fiatalok úgy kezdik el a közös életüket, hogy egyik se tudja, hogy mit vár az élettől, és az egyik kitalálja, hogy ő Amerikában akar boldogulni. A másik meg mondjuk itthon, ennek válása vége. Mert hogy a kettő együtt nem tud, valakinek engedni kell, és hogyha kibékíthetetlen az ellentét, akkor túl hamar volt a döntés. De minden más esetben én úgy gondolom, hogy csak a javításra, és csak a megjobbításra, csak az imádságban együtt
hordozására a másik terheinek kellene, hogy indítsa minket. Főleg egy olyan világban, amikor lássuk be őszintén, óriási kísértése van a 21. század emberének arra, hogy nagyon gyakran nem a feleségét cserél, a hitét cserél. Tehát Salamon hibája, hogy az Ószövetséget idézzem, az egy nagyon valós 21. századi probléma és 20. századi probléma, hogy megkereszteltek keresztjénnek, eljártam templomba, de nem tetszett, jött egy buddhista, akkor mentem egy darabig oda, de azt mondta, hogy borotváljam kopaszra a fejemet, akkor onnét átmentem, és mit tudom én, megtetszett a kínai univerzizmus, aztán jött a mohamedán hit, mert hirtelen fiatalon úgy gondoltam még, hogy több nehézség, aztán mikor megöregettem, akkor inkább római katolikusnak visszamegyek, hogy csak egy feleségem legyen, mert már azt is nehéz elviselni, hogy egy kicsit ilyen tréfás körbe vegyem azt, hogy hogyan cserélgetik az emberek a hitüket, és hogyha úgy gondolják, hogy a hit áldozatot követelne tőlük, akkor inkább semmi, ha meg úgy gondolják, hogy a hittől kaphatnak valamit, akkor kell nekik a hit. És a családdal, a házassággal is így gondolják, hogy ha az nekik jó, mert van csok, mert van valami, ami plusz motiválja őket, akkor nagyon sok ember elindul a házasság irányába. És valljuk be őszintén, nagyon sokan, hogyha nincs meg ez a plusz motiváció, akkor én nem egy embertől hallottam, hogy jó, élek én egyedül, legalább nem kell semmi, de hát itt van a közös barátunk tragédiája, aki elvált, igen. És ott találtuk meg egyedülálló ember, feküdt a földön egy agyvérzéssel, és gondoljunk csak bele, ha ő most családban élő ember, akkor az ő fekvését órákkal előbb észreveszi a felesége, a családja, órákkal előbb segítséget kap, és talán a gyógyulásban is hetekkel, hónapokkal előbb járna, vagy akkor a agyvérzése, akkor a kárt sem tudott volna tenni benne. Vajon miért mondja az írás, hogy nem jó az embernek egyedül lennie? Mert logikátlan egyedül lenni, mert pazarló egyedül lenni, mert szinte istentelen egyedül lenni, fogalmazunk így. Így van, tehát az Isten képviségünket is csak együtt tudjuk megélni. Így van, hát a lesznek, vagy a teremtette a saját képére és hasonlatosságára férfivá, és nővé. És ha mi valóban keresztény emberként azt szeretnénk, hogy megjelenítsük az Istent az emberek számára, akkor azt férfiként és nőként, családként tudjuk megjeleníteni. És nem véletlen, gondoljunk csak bele, hogy amikor a keresztnél ott van János a szeretett tanítvány, ott van Mária, és akkor mit mond Jézus ennek a kettőnek? Hogy asszony, itt a te fiad, íme a te anyád. A családot helyreállítja, akkor is, amikor ő vérszerintiségében kiesik belőle, mert annyira fontos, hogy a generációk egymásra épülése meglegyen, annyira fontos az, hogy a szülő-gyermek kapcsolata helyreálljon, annyira fontos az, hogy az ember szeretett közösségben tudjon élni, mert ha hiányzik a szeretett közösség, akkor elvesztjük az emberi mi voltunk. Mert nem a gondolkodásunk emel ki minket, én hiszem, az állatvilágból, hanem pontosan a szeretni tudásnak az a képessége, ami megjelenik cselekvő szeretetként, ami gondolkodó, gondoskodó szeretetként megjelenik, és az, hogy mi ezt a szeretetünket, ezt meg tudjuk őrizni a halál után is. Tehát akkor is szeretünk valakit, akkor is emlékszünk valakire, amikor már nincs. És én úgy gondolom, hogy persze a szabad akaratunk az, ami a legdrágább ajándéka az embernek, de a legdrágább ajándéka a házasságban is az, amikor az én szabad akaratomat átadom a feleségemnek. És azok a legcsodálatosabb pillanatok, és valljuk be, ezt is kérjük egymással számon. Amikor azt mondjuk, hogy te nem segítettél nekem mosogatni, vagy nem segítettél nekem bármilyen porszívózni, akkor tulajdonképpen te a szabad akaratodból mást csináltál inkább, mint hogy velem legyél. Mást csináltál, mint amire esküt tettél, és valljuk be őszintén, ezek a legkellemetlenebb pillanatok, ilyenkor indulnak a viták a házasságon belül, nem azért, mert a másiknak nincs igaza, hanem azért, mert nagyon nehéz elismerni. És valljuk be őszintén, az élet egyik legnagyobb tanítómestere és a keresztény házasság. Amikor megtanulom elfogadni a másikat, megtanulom a saját magam elfogadását is az ő szemével nézve,
És hát ez egy nagy tanító folyamat, amikor a másikat is megtanítom arra, hogy én is szerethető vagyok minden hibámmal ellenére. És azt hiszem, hogy ennek a megtapasztalása, megélése az mindennapi életünk legnagyobb csodája. És amikor az ember ránéz a gyerekére és a felesége tekintetét látja benne, amikor egy mozdulatában azt mondják, hogy tiszta apja, tiszta anyja egy gyerek, akkor hogy ki tudja húzni magát az ember? Hogy pont olyan, mint én. És nem véletlen, hogy keresztény emberként az imádságaimnak, amiket esténként vagy én speciál kocsiban ülve vezetés közben egyedül szoktam legjobban imádkozni, mert ott tudok leginkább egyedül maradni az Úristennel, akkor azért szoktam, hogy az Úristen a hit ajándékát is adja meg a gyerekeimnek. Hogy ők is tudjanak úgy hinni, mint ahogy hisz a feleségem, ahogy hiszek én az Istenben, hogy minden botladozásunk, minden hibánk, minden tévedésünkön és félresiklásunk van túl, de hisszük azt, hogy az keresztény családunknak az egy mennyei atya a feje. A mi nemzetségünknek, a mi házunknak igazából az Úristen a feje, a mi mennyei atyánk, akihez imádkozva megértjük a mi atyánknak a lényegét, mert a saját apánkra gondolunk, és amikor gyermekünkre nézünk, és meghalljuk, hogy először ő mondja a mi atyánkot, akkor az embernek valahogy összeszorul a szíve, és megérzi, hogy talán mennyire szeret minket az Úristen. Ezek a gondolatok, amikkel szerintem elbúcsúzhatunk kedves nézőinktől, kedves testvéreinktől, és kívánjuk, hogy az Úristen áldása kísérje őket, vagy egy már meglévő keresztény házasságban évtizedeken keresztül, vagy akik még nem jutottak el arra a pontra, hogy megtalálják a társukat, azok találjanak az Úristen kegyelméből egy olyan társat, egy olyan partnert, aki megérti őket, aki szereti őket, aki megbocsátja a hibáikat, sőt, ha valamit elrontanak, akkor segíti megjavítani. Áldás békesség, viszontlátás! Áldás békesség, viszontlátásra!